Nem mondom be, mert most úgyis csak felveszem. Csak felveszem, de hi mindenkinek itt a kávét abban péntek reggelenként. Élőben a twitch ami most nem élőben a twitch legalábbis nálam nem, hanem csak Árpinál, mert meglepetésre technológiai gondok adottak. Én mikor rédezek, Laci? Igen. Hát a rajta múlik, akkor soha. Már, már mind persze, hogy elvisszük, azt akartam mondani, csak, csak hüly hülyén hülye mondtam. Hülyén mondtam. Hülye mondtam, igen. Majd, majd, ráérünk. Íz. Nekem úgyis is kiesik elsőre minden, úgyhogy érek. Nem nehéz a boss bandus. csak figyelni kell, az a baj, hogyha izé voltak olyan, nálunk olyan amatőr hibák voltak, tehát, hogy ott álltak az emberek, és akárhányszor elkaszálta őket a rúrk. Majd ajánlom figyelmetekbe ez a kedvenc videóm, ezt majd meg is mutatom nektek. Van Gemma-nak egy YouTube videója, amit föltöltött. Itt vagy Gemma? Az annyira jó, ugye, tudjátok, van egy olyan mechanika a bossnál a végén, hogy oda megy közel hozzad, és jó megrúgja az izét a gárdiánokat, de tényleg olyan, mint amikor izé, mint valaki fölrug egy kukát, olyan az, az animáció, és ugye abba halt bele, izé, a, ré, föl vége, hogy izé, hogy úgy megrúgja, hogy össze is esett, már nagyon hatalmas az a videó. Az a rugás, te is láttad, mi van? Töki jó volt. ha jót nevettem rajta. Na, de hát itt vagyunk. Megint a twab -ba. Ez olyan, ilyen light itt megint. Lighty itt van. Én inkább annyira. ilyen élménybeszámoló, beszámoló, úgyhogy majd én is Aha. várom tőled, hogy mi Mizu volt. Bár mondjuk egy ja. csomó mindent láttam a réddel kapcsolatban, de ja. ja. hát a stream azért az elég spektakulár volt, megláthatták, hogy mennyire, mennyire szenvedtünk, mennyire ment már az állunk a stressz. Állunk azért most az elég stresszes réd volt, mert, vizé, mert, mert, kiesestek a rédből sokan, cselégettünk embereket közben, tehát nem úgy ment végig, ahogy, a, nem, ahogy azt elterveztük, hogy végig de de annak ellenére én jól szórakoztam. Tehát én ilyenkor izé, én elengedem a dolgokat, én ott direkt 24 órát arra készülök, hogy szórakozzak, élvezzem a rédet. Jó volt, jó volt. volt a 24 órás az nektek végül nem lett meg, ugye? Nem, nem lett meg, nem lett meg, nem lett meg. Majd itt lesznek nem. számokat abban, elég durva ja. egyébként, a nézzük hát, az off to történet. Ja, ja, ja. Hát izék nyerték, azt tudjátok, mint gondolom a legtöbben, akik figyelik ezeket a dolgokat, azok tudjátok elizium. is, hogy ugyanazok nyerték, a aki, aki tavaly, tavaly. az izét ők vitték a vogot is, tehát a Salta egy olasz srác, aki, aki streamelt és meg minden, ő, 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 volt az izé, ő volt szerintem a vezetője az izének, a, csapatnak, a fire teamnek, de ők nyerték ismét, tehát nem ügyesek voltak nagyon. Megnéztem a, volt egy Youtube videója, amit csinált, vagy legalábbis az utolsó 20 percet megnéztem, nagyon nagyosak voltak, hogy ott pörögtek ott az izé, Twitteren olvasták, hogy mi vagyunk, úristen, izé a Ridim még nyomja, ezek még nyomják, Dattóik is nyomják, és gyökörültek, és nagyon, nagyon úgy, amikor így látták. Hát nagyon jó volt. Nagyon Igen, jó de volt. hogy, ahogy olvastam, talán valami három perccel nyertek. Tehát, Igen, hogy így a, ilyen... meg, a jól emlékszem, dattóék uh. lettek a másodikak, a dattónak a csopja. Az a csávó, már annyi, az olyan régóta nyomja a desztirit, és mindig akar egy első helyet, és mindig második lesz a dattó. Csóri. Aj, <laughs> szegény egy ja, de... Kibérelte magának ezt a helyet. Hát, egy Egyébként kb. olyan, mint hogy kibérelte volna, mert ő mindig csak a második lesz. De nagyon. Á, mindegy. nagy élmény az ilyen. Nagy élmény. Tehát amelyikőtök szereti az ilyen közösségi élményeket, amikor így. Nem tudom, nekem kicsit olyan, elmondom nekem, milyen feelingem van ezzel kapcsolatban, kicsit olyan érzésem van, mint amikor gyerekkoromban én nagyon én matematikus középsuliba jártam, és nagyon, nagyon készültem mindig az ilyen logikai feladványokra, meg imádtam őket, amikor tényleg gondolkozni kellett, meg rájönni, meg megtalálni a helyes választ. Én ezt nagyon imádtam mindig a matek versenyekkel is. Tehát én, én azért szerettem odajárni, mert, 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 imádtam a logikai feladatokat, meg a, meg a számításokat, és, és, nagyon imádtam. És ez, illetve ugye, amit mellette szeretek, azt szerettem, szerettem mindig is táncolni, meg ugye, ugye én abból éltem, tudjátok, hogy izé sokan, hogy, hogy táncjázba táncoltam és az meg egy nagyon extra, extra összehozó közösségi élmény. Szóval a kettőnek a kombinációja az, hogy bemehettek egy ilyen együtt logikai feladványokat megoldó hat fős aktivitira, ahol tényleg így egymásra számítottok, meg így, így mindenkinek van benne egy kis része. Ez, ez, ez pont ezt meséltem valamelyik a hugomnak, mert ugye ő neki fogalma sincs a számítógépes játékokkal, annyi, annyi jut az agya, hogy imádja a Heroes 3 meg egyszer meg allalt. neki a League of Legends-et, és azóta League of Legends-ezik. De egyébként azon kívül semmi más nem játszanak de így, így mindig hogy... Ja, hát a nem... kíváncsi lettem volna egyébként, hogy hogy áldod el neki a dolgot. De ugyanígy mondtam el, hogy, hogy ugye próbáltam olyan, olyan aspektusból megvilágítani az egész dolgot, ami, ami nem tényleg az a része, mert hogyha valaki azt mondja, hogy mit csináltak a Destiny-ben, hogy a ja, nem egész nap. No. De tényleg a, tehát ez, 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 a, ez, tehát egy raidler, az, az teljesen más, mint a, az egész dolog, és ez nagyon nekem. Mindegy, mindegy. Nekem, nekem nagyon jó, én nagyon, nagyon szeretem. Én értem, azt, mert bár a lalt az gyűlölöm, vagy hát nem azt, hogy gyűlölöm, de sose volt az én játékom. A Heroes 3-mal teljesen egyetértek, azt én is elő-elő veszegetem néha. És nagy ja. bánatomra nem működik, pedig... Nem. Pedig... Ez szobj. Pedig, jaj. De jó lenne. Ja, hát igen, a, ugye az, abba is, abba is azt, pont ezt próbáltam Zsófinak is párhuzamba vonni, hogy ugye ott is az nagyon fontos az, hogy hogy építed meg, hogy bildeled a, a hősöret, mert ugye az a legerősebb persze, a játék persze. során is a hírózba. Tehát az egy mellékes dolog, hogy hogy. Oké, az is fontos, hogy hogy fejleszted ugye ott a várakat, meg hogy miket csinálsz először. Egy idő után tudni fogod, hogy mi a legjobb, meg mik a legerősebb karaktereid, meg vagy támadó akármid a, a, a seregedbe. De nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen hőst választasz, milyen képességekkel, és hogy azok közül melyik képességeket izé fejleszted. Persze, meg, Hogy, persze. meg milyen itemeket használsz hozzá, hogy mi erősíti. Szóval pont ezt próbáltam neki is párhuzamban mondani, hogy egy ilyen build crafting van ugye az izébe is, a Destinybe is, hogy milyen ítemeket fogsz vinni, milyen fegyverekkel lövöd, nem is nem csak agyatlanul lőni kell, hanem tényleg gondolkozni, mivel tolsz ki elég dps és amellett egy hatfős tímnek a, 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 konstans koordinációja is fontos hozzá, ahol, ahol tök összetett logikai feladványokat kell megoldani, mert tényleg igényesen meg van csinálva. És ezért, ezért jó egy ilyen, egy ilyen Bungie Destiny -féle raid, mert ez, ez, az élmény, amit ott kapsz, és ha szeretel az ilyen dolgokat, akkor ez így nagyon nagyon nekem így, ah én imádom. Én tényleg imádom. Szia, Bitu, szép jó reggel. Szia, szia. Jó reggelt mindenkinek, még egyszer. Így van, sziasztok, szia Rexó. Szóval ez az élmény szerintem, amit kapsz egy ilyen, egy ilyen réd alatt, én nekem nagyon-nagyon nekem, nagyon, nekem nagyon, nagyon pozitív. Ezért is volt szomorú számunkra, hogy, nálunk az egyik, egyik csapattag ő, ő beadta a kulcsot. Volt személyes dolga is, hogy mi, miért, miért, de utána ez az első napos entíteres baszakodás, ez, ez, ez nagyon őt föltözverte lelkileg. Tehát ugye nem tudom, hogy az első nap, aki próbált, tehát ott biztos tudjátok, hogy nagyon-nagyon sok connection probléma volt a Destiny-ben. Valószínűleg azért is, mert nagyon sokan mentek neki a Dave-rédnek és folyamatosan kidobálta az embereket Anteaterrel. Tehát ő, volt ilyen, aki az Most első. Most röhögni, Igen? de amikor én reggel olvastam ezt az Anteater cuccot, hogy mindenkinek ezzel gyűlt meg a baja, mert ugye én elmentem hmm. közben sörözgetni, és amikor hazaértem, nem mondom, rátok nézek, hogy mi újság, Aha. de ez volt ilyen, mit 5 5 óra előtt, nem sokkal hajnalban. Akkor már ilyen, láttam, hogy ilyen kettő körülben vagy hát megszakítottátok, és ugyan reggel kezdtétek újra, és néztem a neten, hogy mi van, <laughs> és hogy kiírták mindenhol, hogy, hogy jaj, izé, entítör, entítör, és én ezt fullosan azt hittem, hogy az valami izé volt benne, valami nagy mob, vagy nem is tudom micsoda, mint a, mint a kertékör, vagy valami, és hát mondom, jó van, biztos valami hangja és akkor reggel, amikor rátok nyomtam, akkor ott nem is tudom, valaki itt, Vanda írta a az entítört, és akkor, ja, ja, akkor esetleg, hogy is így... úristen, mondom, de hülye vagy Ádám. Meg Idri, Idri is mondták, hogy nagyon sok szó kapták az izé. A legnagyobb boss volt az entítör, igen, az igen, az, vendus, az, 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 új neve, igen, ez a, az a boss neve volt, entítör. Nem, hát ugye ugye a túlterhelés miatt gondolom voltak problémák. És mindegy, az az igazság, hogy tényleg zavaró, tényleg zavaró, de balú, vagy Izé nálunk azért elég demoralizáló volt ez az egész dolog, és akkor úgy döntöttünk hát este, este, hogy akkor elengedjük, csak másnap már Izé, másnap, amikor megjött balú, balú volt, nagyon balú volt az, aki, aki abba hagyta. Nagyon keserű száj izé, jött Jó, már reggel, a, igen, pont ő. Aztán nagyon keserű szájízzel jött, hogy már nem akarja, nincs is hozzá kedve, és ja, itt kicsit itt meglankadt a lenkesedés, lelkesedés, nála, ugye, de plusz még a csapattagoknál is, mert nyilván az, hogy ő így állt hozzá, az a többiekre is. Hát nyilván, nyilván, Aztán utána beugrott cash helyébe, és aztán végignyomtuk aznap. Ugye pont az entitrek miatt meghosszabbították 48 órára is, de nekem már nem volt kedvem. Tehát az, az igazság, hogy, hogy ahogy elindultunk, meg ahogy megcsináltuk, tehát az, az hogy ez rám is rám nyomta egy kicsit a bélyeget, ez a, vagy rám is rám nyomta ezt a hangulatot a balónak a, a rossz érzése. Nyilván én végig toltam az egész 24 órát, de jobb lett volna, hogyha nagy energiával, pozitívan. Hát volt is erről nekünk utána beszélgetés, meg csetelés, hogy hogy kéne ezeket a dolgokhoz legközelebb hozzáállni, meg tudod, hogy hiába vannak ilyen kódok, nem az a lényeg, meg mindegy, mindegy, lényeg, a lényeg mindenki úgy raktározza, meg csinálja meg ezt magába, ahogy akarja, hogy hogy élte meg ezt az egész dolgot, itt arról van szó, például, hogy én, engem, hiába voltak ilyen kódok, én nagy évvel leszartam, nekem az volt a fontos, hogy együtt legyünk. Nyilván frusztráló az, hogy nem tudunk, tudod menni a... a kívül a... történik. Igen, 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 igen de, 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 Mert ez egy dolog, az, hogy... ha ti elcseszítek, és akkor na, válj, csináljuk még egyszer, neki mentek még húszszor, Pontosan. De pontosan. Hogy ez, hogy... Volt este, ez, volt este, ez volt este, mert Balut akkor már ilyen minden második encounter vagy próbálkozásunknak kibaszta a játék. Viszont akkor Uf. úgy voltunk, vele, hogy akkor jó, akkor reggel, amikor fölkelünk, addigra reméljük megszerelik, és akkor újult erővel nekiugorhatunk, És akkor volt az, amikor nem is volt már entíter mehetett is volna, de baluba már annyira annyi negativitás Há, volt, persze. hogy már érződött az első öt percben, már amikor köszöntél neki reggel a chat, hogy hello, már akkor tudtad, hogy oké, okay, ez nem jó, mert ő már neki már valami baja van. Csóri. És akkor nyilván értető, értető módon, hogy mi baja van. Tehát Pedig ő kérdő, azért eléggé, eléggé egy ilyen bástyája a klánnak. Ja, hát Aha. nem is a klán, más, a klánnak is, de, de tényleg ő, 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 ő azért rendesen, tehát ő, ő észre is játssza ezt a játékot. Tehát ő nem csak az, hogy beugrik, szórakozik. Ja, tudom, hát ő, tudom. Ő, 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 ő kevésbé kezsül elő, sokkal inkább tényleg tudni akarja, érteni akarja, szereti azt, szereti a lead pozíciót, föl is vállalja, és hát csinálni is akarja. Én szóval két, két, két réden én... voltam összesen, és mind a kettőben mm. ő volt az, aki a a tutoriál mester szerepét vállalta, és, és oktató jelleggel ja, ja, hogy ja. akkor kinek mi a feladata. És olyan iszonyat jól elmagyarázta minden egyes lépését a dolgoknak, hogy pff, de le a kalappal, tényleg a tényleg is ja, persze, persze, persze. persze. Ezért, ezért is mondom, én nagyon szerettem Balut ilyen szempontból, és szeretek is vele rédelni, mert euh, én sem szerettem ezt a lead pozíciót, én, én, nagyon jó, én nagyon jó soldier vagyok, én mindig csinálom azt, amit kell, ügyesen, meg mindent, Azért, de én szeretem is, ha van velünk egy olyan ember, aki, aki tényleg össze fogja tudni a brigádot. Meg én, meg én, mindig én, általában az ilyen embereket én maximálisan szupportolni is szoktam. Tehát mindig az a, én mindig az a katona vagyok, amelyik izé ott áll, és akkor csinálja addig, ameddig izé összelemdő. De érted, érted a hasonlót? Jó, van te a Buffalo Soldier. Persze, hogy lesz még, persze, hogy lesz még való, mindenképpen lesz most. Az igazság, hogy túl sokat tesztilizett mostanában Mindegy, az a, az a, lényeg, hogy uh, volt egy kiégés, de, de ez nem végleges. Ennyi, ennyi legyen a lényeg, és ennyi legyen a lényeg. De, de kedden azért de... letoltátok a rédet, azon hogy ő ott volt. Le, le, letoltuk le, 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 utána a rédet. Ott, volt, ott, hát persze, na, persze nem hát, kedden, hétfőn toltuk le, hétfőn toltuk le. Aztán kedden nagy nyögvány ment, mert kedden valahogy nem tudom, nem tudom, nem, nem, nem is tud, itt voltunk streamen, végnyomtuk, és uh, ugye új embereket is vittünk, meg underlevel is volt uh, fark, és nem nyomtuk vég a rédet, nem tudtuk legyomni a bosztán mindig megakadtunk, valaki mindig meghalt, elfogytak a rivájaink, de olyan hiszé. Nem, 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 voltunk ügyesek aznap. de egyébként legyobtuk hétfőn a rédet, tehát legyobtuk a végéig, nem olyan nehéz. De most akkor a 24 órás végül meg lett, mert én ezt Nem, nem az lett a... meg, nem lett meg, de 48 nem, 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 Hát ugye az volt, hogy este nekiestünk, sok reggel, reggel de A tehát a 48 órában se fértetek bele? A hét nem akar, fővel? Már, akkor már nem, a hétfő már csak a contest mód után csináltuk. Nem, de direkt az után csináltuk, hogy levegyék ja, a contest módot. Aha, hat után. Ja, értelek, értelem. Nem, mert nem akartuk megpróbálni, mert túl sok encounter hiányzott. Még hiányzott a harmadik, ami nagyon-nagyon nehéz encounter, ahova nem is nehéz, ott, na, ott, ott nagyon fontos a kommunikáció, és a sebesség, és a, és a, a maximális figyelem. Tehát, ott nagyon sok ember bukott meg szerintem a, a játékban, mert az a vicces, hogy ott van az első encounter, ami logikai puzzleben nehéz, de ha egyszer rájöttél, akkor meg tud csinálni. Viszont a, hát nézd, a, a meg a izét, nézd meg a nézd meg a statokat, ott vannak a számok. Jó, de az azért is van, de az, de az nem azért van, az azért is van, mert ugye melyik melyik, tehát hanyadik hanyadik, mert ö, ha az lett volna az első encounter, a szaladgálós, akkor ugyanúgy több ember láttam volna komplitálni a, a, az első encounter, -t. mert nyilván egyre inkább végnek ki az emberek, egyre többet szenvednek a... Érted, mire gondolok? Tehát az első emkánt, tehát nyilván az lesz a legtöbbet komplítelt izé. Na jó, csak tehát többet nem fognak, vagy többen nem fogják komplítelni a következőket ez nyilvánvaló, csak azért ott a, a félmillió, több mint fél millió után 270 ezer, és a kertékör után 80 ezer a következő. Ja, ja. Azért. Mindjárt nézem, mindjárt leszkrollolok. És ott van, a, hogy, hogy 32 ezeren mentek végig az egész ja. réden 24 óra, Bár mint hogy 48 órában. Az az 546 ja. ezerhez képest nagyon durva. Hát igen, de, de gondolj bele, ezt beszéltük. Ja, hát persze van, ja, de ja. tök mindegy, hogy melyikünket baszkodja ki a réd, az legyen balú, legyen bárki más a csapatból, az az egész csapatot érinti, szóval, érted? Ott az mindenki, mindenki érezte. Hiába nálad történt az ő oldalán, azt mindenki érezte, mert nyilván hatalmi akarjuk ezt a végig végignyomni, és nem öten, meg nem is tudjuk öten, szóval, ja, hát mindenkit fölbaszott, csak nyilván, nyilván azért kellett várni másnapra, azért, azért, kell, azért mentünk el lefeküdni éjfélkor, hogy reggelre jó legyen. Igen, ez nagyon durva, ez, ez, erről tök jó érdekesek ez ezek a számok, mert, mert nem tudom, érdekes volt ez a 48 órás kitolás. 70 millió Guardian Deaths. Az kemény. Ez a nagyon jó hogy amikor láttam most reggel. Mondtam, az igen. Ha itt lettél volna, akkor lehet 71 millió lett volna. Csak. Csak. <gül> <gül> ja. Durva, durva. Ja. Fél millió, az a kell, hogy 546 entereltek, és uh -huh. 270, abból csak 270 ezer komplitelte az elsőt. Az a logikai, az, acquisition. a Az durva. Az az első, az igen. igen az... Mi? az a fele. Hát elég durva. Igen, elég durva volt az Encounter így elsőre, így, 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 de tetszett, nagyon tetszett, nagyon tetszett nekem legalábbis. A kértéker, az, az, azt az megoldottuk. volt az, izé az, az, ogre, ugye? Az az izé, ja, a Jorik. Az a Jorik a, a, League of legends ből egy olyan karakter. Fú, ekte úgy néz ki. Az volt a, az volt a igen, a kértéker. A harmadik volt az Exhibition, az volt az, amikor a, az artifaktokat rotálni kell. Na, az elég durva. Az elég durva. Ugye abban az a lényeg, hogy három különböző artifakt lesz nálatok, és mind a háromnak megvan a saját szerepe. És időre kell végigszaladni a szobákon. Tehát van egy artifekted, ugye, ami az alapart. Ez az ilyen ajtónyitogatós volt, ugye? Vagy az melyik Igen, volt? hát igen, 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 igen. Az az, az az, amikor, amikor az volt a lényeg, hogy három artifekted volt, az elején kettő darab, az egyik arra szolgált, hogy levegyél egy shieldet egy szörnyről, ami meghosszabbítja a benti időt, tehát azzal tudtál időt adni a, a annál jöjjön a timer, a másik artifact, az meg a, a vokból már ismert pajzs, azzal meg klenzelni mm. tudta a debuffot a, a, az embereken, akik ebbe mentél. Szóval meg, meg, volt mindkettőnek a szerepe. Ez az első terembe, és a harmadik, vagy a második teremben már harmadik euh, artefakt is bejött, ami egy téken artifact, ami olyan, mint a Last isben az artifact, euh, és azzal meg a, a téken gömböket kellett fölrobbantani, euh, mert az meg besildelt egy csomó mobot. Szóval az volt a lényeg, hogy mindhárom artifaktal menni kellett és rotálni a, a, a különböző szobákon, tehát megvolt az irány, hova kell menni a következő pontra, például a tékengömbben itt klenzelsz, aztán mész oda, ott klenzelsz, közben a shield meg megugrálgatott kellett a két oldaltakarító takarító csapat között, hogy leszeleges róluk a debuffot, hogy ne halljanak meg, mert ha a first tízvel a debuff, amit kaptunk ott az izébe, akkor, akkor meghaltunk, így van, és közben a harmadik artifektesnek meg le kellett szedni a shieldet a tékerről, hogy meghosszabbítsa az időt. Emellett még ugye az volt a lényeg, hogy a két oldalt mindig más-más szörnyek spónoltak, lesz egy Scorn Captain, ilyen Glyph Keeper volt a neve, meg volt egy, egy téken Glyph Keeper, és hogyha azokat megölted, abba az mutatta a, a, a három kódos izét, szimbólumos kódot, egy és kent, ugye az egyik oldal szem. csak artifekttel tudtad látni, a másikkal meg artifekt nélkül. Tehát a scorn ölted meg, akkor azt artifekt nélkül láttad, mi a kód, viszont artifekttel neked nem mutatott semmit. A másik, a Taken Glyph Keeper, meg csak artifektel mutatta, <laughs> hogy mi van nála. Izével, ha simán mentél, de meg nem mutatta. Tehát nagyon-nagyon összetett volt, és, és ott, az, ott, ott, ott mi ott, ott szenvedtünk egy pár órát, de az az a volt a vége is, amikor azt hogy akkor elég lesz ebből a rédből. És ez durva volt. Durva volt nagyon. És akkor utána jött a boss. Utána jött a, a, a főnök úr. Az se volt annyira vészes. Nagyon. Az az igazság, hogy kevés a hiba lehetőség sok helyen, például ennél az Encounter-nél annyira ügyesen megoldotta a Bungie. Hogyha leesik az Artifact, mondjuk ha meghalsz miközben ugrasz, hello. Vájpoltok. Vájpoltok, mert az Artifact nem jön vissza. Régebben olyan volt, ha leesett az Artifact, hogy valahol ott, ahol meghaltál a legközelebbi ponthoz visszarakja az artifakt, itt nem. Itt leesik vége, hello. Elég kemény, elég kemény. Szóval, jó, nehéz, nehéz, és figyelni kell. Visszateszi a szoba ellenére? Ja, azt néztük. Helyére, hát akkor az, az leves. Csú. Volt rá időtek, hogy visszafussatok az előző szobába? Mi ott ilyenkor voltunk, Mi elengedtük, nem is néztük meg az előző szobát. Kemény, de jó tudni. Na mindegy, hát kemény az a lényeg, hogy elég összetett az egész, és tényleg nagyon, nagyon figyelni kell rá, és egy jó koordinált csapat szükséges ahhoz, hogy végigvigye az egész dolgot. Hát de ez lesz, hogy... Inéd. Igen. Tehát az magától nem jön le nyilván. Igen, de ez is olyan, hogy muscle memory lesz egy idő után. Hogyha sokat csinálod nyilván, akkor már utána gondolkozás nélkül végig tudod vinni. A vége is, a végeinek sok dolgokra kell figyelni, de igazából egyszerű. Tehát a raid boss se nehéz ott is nagyon sok minden történik, tehát ott a boss, rád, rád, rád izé, szlájdol a boss, lőni kell a dárdáját, lőtt el a dárdáját, kaptál egy buffot, másik ember látja a buffot, beugrassz a lézerbe, bekrenzeled az oszlopot, négyszer megcsinálhat, a damage face -ol. Nagyon sok mindent kell, de tűnik, hogy sok mindent kell csinálni, de igazából ezek ilyen másodperc töredéke alatt megvan a dolog, megvan a dolog, megvan a dolog, megvan a dolog, bam, már ott is van a izé, damage face -ol. nem olyan nehéz, nem olyan nehéz. Csak, hát, csak, tényleg mechanikailag. Így, így, elmondva, csak hát amikor a hat ember csinálja egyszerre, és kell, hogy mindannyian úgy stimmeljetek, hogy izé, azért, na, tehát láttam azért volt ott szenvedés. Ja. Meg kell hozzáölni a videóadót, ezt vágom, de mi vagy, ha azt az artifaktot állíted le, amelyikkel megölöd? Tényleg jó, tényleg jó, meg, meg jó az a boss, hogy ez végre nem az a stompolós boss, hanem ez slide-ol, rátsz, megrugdós, meg minden, szóval nem, nem, nem a fét is, nem azért mondom, csak ugye végre, végre másfajta izé, támadások is vannak, mint az eddig megszokott izé. Oda jön a boss rásztompol mechanikáról. Na mindegy, elég, elég, elég jó volt a rét, szerintem nagyon szuper egyébként. Ja, azt másnál is láttam, hogy, hogy uh, elég jó véleménnyel vannak róla az emberek, egy jó kritikát kapott maga a réd a játékosoktól. Úgy, nem tudom, láttátok -e a képeket, amiket csináltam? Nem. Olyan szép képeket csináltam. Tudom. Nézd ide! Nem tudom nektek. És ez nem Beültem, azt már megnéztem a Redbox t Nagyon-nagyon nagyon szép. Nekem nagyon tetszik. Jó, ja, ezt láttam, ez kim volt a fekete a D2 group csoportban. Így van, oda is kicsap, kicsaptam. Nagyon-nagyon jól néz ki. Nagyon. Nekem nagyon tetszik, tehát nekem a nekem mindig az izé, nekem az, ami elragadott engem a, a, a raid például a Last és ez az egész téken világ, tehát ez a az az ilyen Ascendant Plane, meg ezek a, ezek, a szörny, az egész, az egész visual, visual art style nekem nagyon tetszett, és ez egy olyan raid megint, ami, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, tehát az épületek, a, a, a színek, a, a az egész, hát nem tudom, nagyon-nagyon szép, hát számomra nagyon vonzó ez a, ez a, ez a raid, most így kinézette. Én őszintén szólva egyébként én másra számítottam, mert oké, okay, hogy láttuk előre, hogy piramis, és most strictly mm. csak, a, csak a külcsényről beszélek. Ja. Yeah. Meg hogy a piramisba kell, hogy bemenjetek, de én valahogy olyan, olyan rédre számoltam, hogy így a throne world így, így az lesz így vizuálisan reprezentálva, tehát hogy valamilyen Á, ah, jó, mert nem ismered a lord. Ez nálad, izé... igen. Még, még nem, igen. még nem, hát majd nem, mert ugye amikor vég, hogyha végigjátszottuk a játékot, akkor ugye nyilván az ki, nem csak az derül ki belőle, de, de, már lehet tudni, hogy nem lehetett ezt teljesen tudni, de nyilván a, a piramis, meg az egész része az nem feltétlenül a szabatűnnek a dolga, tehát ez egy külön entitása a szabatűntől, a szabatűnnel együtt dolgozott. Tehát ezek a piramisok az a darkness, a szabatűn, meg ugye a hive, szóval úgy, hogy a piramisba kellett menni, úgy már úgy előre lehetett szórobb látni, hogy ez már nem a hályvost része, ja, hanem az onnan már, már egy... Talán igen, de hogy, hogy nem tudom. Amikor így majd, tudod, érkezik a Witch Queen, így benne vagy, hogy nem majd lesz új réd, meg mit tudom, én, én fullosan abban voltam, hogy na akkor ott valami bizony, bazi nagy, nem tudom mivel, ja, lemész, ja, ja, azt ja. ilyen nagy hájvas tudsz lesz az egész. De hát, Értem. Nyilván nem én dizájnoltam, mert, mert nem. Nem, nem, de nagyon jó lett, nagyon jó lett. És nagyon sokan, és ez a 32.000 player, ezt ugye el kell hatodolni, ezt osztjuk el hattal? Ez valami... 5.000 ja. 5.000 csapat, az nagyon sok, az nagyon-nagyon sok. Igen, ezt pont szerintem az aztékos videójában hát, nézegettem, pont egy ilyen statisztikát, hogy ilyen az az ahhoz képest. Ja. Követi LC előszere. Hát igen, ez most már nem a Savatürről, a Hive-okról, a Red Bull itt már egy magasabb szkélen fog áll a Guardianok, mert már más, más fele elemi van, ez, ez, igen, a Lightfall, meg a többi, meg a Final Shape, azok már brutális DLC-k lesznek biztos vagyok benne, és a történet teljesen ki fog bontakozni, hogy mi is ez a, az a, ez a, ez a, ez a darkness, mi ez a, ez fleet, a, ez a, ez meg a, ez, az egész dolog, érdekes lesz. Bocsánat, tehát igen, tehát tényleg nagyon sok ez a, ez a, ez a player, aki Komplitált, ha belegondolsz. Épp nézegettem egy statisztikát valamelyik nap, hogy hány player, meg hány team-t ott komplítelte a, a magát a raid bosszokat. Ugye attól függően, nyilván ebből úgy valamilyen szinten le lehet volni, hogy milyen nehézségű a raid, hogy mekkora mennyi a completion. Az első 24-re van 800 team. 800 valahány team komplítelte csak ezt a raidet. Én most főrakok ide egy számológépet. A 546.616 Player lépett be, az 91 uh, ezer fire fire team. team. 91 ezer yeah. team. Annak a 10%-a se komplítelte. Igen, viszont se, uh, eredetileg yeah. csak 800-valamennyi 800 860 870 körüli team uh, komplítelte az első 24 óra alatt. És utána a második nap, a második 24 órába hozzátolódott még egy 4000 extra team. Ja, de ami uh, itt a statok között írva van a 60ban, azok mm -hmm. a 48 órás. Tudom, -ok. én tudom, azért mondom, hogy, hogy eredetileg az első 24 óra completionben csak 890 team volt. Durva. Kb. 800-900 közötti, az inkább 900 közeli team. De pont azért, azért mondom ezt, mert ugye beszélgett, az Aztékrosz is arról beszélgetett, hogy ugye hogy ebből látszik, hogy milyen nehéz volt kb. a réd, uh -huh. és hogy az is, meg az is látszik, hogy ugye mennyit számít 24 óra. Tehát az, hogy vakó 24 óra alatt 890 persze, tudtam befejezni. Jó, hozzátehetjük, hogy mt meg minden, és akkor látjátok, hogy az extra 24 órában, amikor már van establi, amikor már van meghatározott DPS, meg tax, meg minden, már az emberek tudják, hogy mi az, ami effektív, akkor már a második 24 órában már csak ilyen nem kell vakon beugranod úgy, ahogy eddig, hanem tényleg ott már megvan az, hogy hogy kell csinálni. É, és, és, pont arra ezzel kicsit ilyen, pont hogy kicsit toxiknak hangzik lehet, de ő nem adott volna hogy 48 órának sen, semmiféle izét, embrémát. vagy úgy csinálta volna, hogy azért még mindig differenci, hogy, hogy egy vonalat húz az első 24 óra alatt komplitelők, és a 48 óra alatt komplitelők, az... igen, mert azért az első 48 órában még az entiter kódokkal ö, is, vagy igazából azt leszámítva is nagyon ne, vagy nehéz ez a dolog, és érdemes, érdemes lett volna nekik is adni valami speckó rewardot. Ez az, hogy kiutolták 48-ra, és akkor mondjuk a komplitelt 800 team helyett 5000 akárhány száz team kapja meg a az izét, azért ez elég durva. Tehát akkor már az értéke változott ennek a izének, ennek az emblémának. Hát igen, viszont hogyha megnézed, így is a, a izéként enkentörönként megfeleződött gyakorlatilag, hogy mennyien csinálták. Hát mindig. igen, mondjuk a, most mondok egy példát, ott volt például a Last Week, a Last is 12 csapat kliálta. 12? 12 Fire Team. Tehát 24 csak, óra hogy, alatt... hogy, 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 Igen, igen, tehát hogy, hogy halljál számokat, például no, 24 óra 12 darab fire Team komplitelt a jól emlékszem a lastwish és az például a ritka embléma. Az durva. Ott van például a, a DSC, amit megint ilyen 5000-valahány száz team komplitelt. Ott volt a VOG, ami a fele a VOG valami 2000 valahány száz team komplítelte a legutóbbi rédet, és ez 890 körüli completion volt. Szóval ebből látszik, hogy ez a, raid mechanikailag nagyon nehéz, itt azért, azért, azért kaptunk ennyire pozitív visszajelzéseket, mert érződött, hogy itt végre van kihívás, végre van challenge, de pont így, hogy volt challenge, és meghosszabbították, és 48 órás emberek is megkapták az emblémát, pont ezért érezték azt a srácok, hogy nagyon nem jó az így, mert ugye ugye ez az embléma ez flex. Ez pure flex a játékon belül, de így már nem flex, hogy még 4500 extra embernek is megvan. Amikor ők de, hogy a izé már úgy kompletálték, hogy ők már megnéztek egy fél órás vagy egy órás guide-ot, hogy hogy kell izé megcsinálni, és másnap beugrottak a specifikus és És Erre meg azt mondom, hogy, hogy akkor az első. És akkor most akár legyen 24 óra, vagy akár legyen 48 óra. Valahogy kéne a, a nagy és content-kreátoroknál is szerintem erre egy olyan Tudom, mit egyezmény, mondok, hogy, addig, hogy ne ne tegyék ki, addig ne tegyenek ki kontentet róla, majd utána, amikor meghúzták volna, hogy na innen izé, mert, mert így tényleg elveszik az élét a késnek. Meg nem a, ők meg de, ez a... nem, de ez nem az ő döntésük, vagy nem az izé. Tehát ők kontentet akarnak csinálni, de ez a játékosoknak a döntés. Én például nagyon szeretem ezt blindóval megcsinálni de aztán nyilván, hogyha már így a vége fele közeledünk, akkor ránéztünk egy picit, vagy vagy azért ötlet hát azért menni szokott ez az ötletelés, de itt a 24 órán van a hangsúly, Tehát 24 óra még hogyha tudsz információt is szerezni, azért ott, ott azért benne vagy abba, abba, hát nem is tudom. Igen, de ne ott azért legyen azért róla kitéve egy, egy tutorial, vagy egy guide, vagy egy nem tudom micsoda, Fiamilu. annyi idő alatt, amíg lehet, hogy akkor most mondok egy sarkalatos példát, nyilván kisarkítom az egészet, te vagy a Word first, tudod mindenről, hogy mit kell csinálni, és utána már boldog-boldogtalannak kirakhatod azt, hogy ez hogy történt meg. És hogy hogyan Tudod, hogy akkor lehet úgy, a streamemet, visszanézik a vodót vagy ránéznek. Tehát az olyan, hogy addig nincsen, a izé... Dehogy nem. Meg tudod, hogy már aktív streambe is nézni az ember. Miért ne tudnád megakadályozni? Hát nem hagyod fent, azt Hát igen, de, de már a streamed alatt meg tudják nézni, hogy te hogy csináltad. Tehát, itt az a baj, hogy ezt, ezeket nem lehet kiütni. Itt, itt az nekem jó, számomra de az, az még se olyan, hogy... hogy kirakod direkt jó, jó be az... a, a izet... Jó, nyilván nem, nyilván nem, de számomra ott van a, a hangsúly, hogy, hogy 24 órához képest a 48 óra, az geci sok. Az nagyon-nagyon sok. És az már eszméletlen sok előnyt ad mindenkinek. És ezért is mondtam, 24 órát 890-900 ember komplítelte, 48 óra alatt 5000 valahány száz. ott mutatkozik meg, hogy mekkora előny is az az extra 24 Na látod, MZ, vagy a MZ itt írja a csöten, hogy, hogy ahogy készültek egy erre gondolom neki fölvette, ja. ment a vágónak az anyag, fölrakta úgy, ahogy volt. Persze, 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 persze. Aki nem akarja, nem nézi meg. De ha nincs Mondosan. mit megnézni, akkor nem akarod megnézni, akkor se, hogyha ezért Igen, van. Meg, ez olyan, meg ez olyan srácok, hogy hogy lehet, hogy megvan a tax. Tehát maradjunk annyiba, hogy lehet, hogy megvan a tax már a bossra, de azért azt, hogyha nekem azt mondják, hogy oké, okay, lőjétek divinitivel, csináljátok így, a mechanikát be kell gyakorolni, a muscle memory-t meg kell szerezni. Tehát ez hiába világos. van meg a tax, azért biztos vagy benne, hogyha még a taxot eléd rakják, hogy ezt kell csinálni, akkor is kell majd neked egy pár óra mi azt úgy bekyakoroljátok, hogy le tudjátok gyűrni. Szóval, és itt jön képbe a 24 óra, nincs 24 óra alatt ennyi encountert, ennyi begyakorlást, alvás nélkül nehezen tudsz megcsinálni. És még ha meg is van a tax, akkor is nehéz mondjuk egy casual teamnek ezt megcsinálni, mert ahhoz azért jó szens kell, meg, meg mindenféle cucc, hogy az ember meg tudja ezt csinálni. De a 48 óra alatt már bárkinek sikerülhet, és itt ez választja el a, a contest mód alatt megszerzett day One emblemes embereket, a sima casual playerektől. És még így is, hogy nem kaptuk meg az emblemet, engem az nem mozgat, de az, hogy tényleg az, aki megszerezte az első 24 óra alatt, az szerintem most ebben az évben nem egyenértékű azzal, aki 48 órát szereznek, leszámítva az Anteater kódot. Az egy sajnálatos dolog, hogy ez megtörtént, de én még mindig úgy gondolom, hogy az a 48 óra az túl sok volt, és így kicsit átalakult az ezévi Day emblemnek a a, a presztízse, mert ugye ez prestíz, ez, ez, ez Én ez, ez, ez... ezt értem, én ezt értem, de szerintem jó felség volt. És én nyilván úgy nagy apofám nekem ez az egész dologról, hogy nem vettem benne részt, mert, mert elmentem sörözni, meg itthon zenéltünk, meg de mit jaj. tudom én. De én jó felségnek tartom ezt a Benji részéről, mert ahogy, ahogy Balú a pokolba kívánta szerintem az egészet, Csóró, másnak, aki szintén ilyen szituban volt, és nem vette el a kedvét reggelre az entéterezés ő meg tudta csinálni. Persze. Persze, 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 de, de érted, ez olyan az, olyan, az olyan, hogy jó felség volt a bungee csak, csak ez nehéz ilyenkor dönteni, mert egy ilyen játékban az egész player base, ez mindenki kollektor, ebben a játékban mindenki flexelni akar, mindenki a, jó, a legjobb gádról akarja, mindenki az emblemmel akar flexelni, azzal a fegyverrel, amit ott azon az activity -e szerzett meg. Szóval itt ebben a játékban minden arról szól, hogy te annyit grindolsz, meg olyan keményen küzdesz, hogy megszerez valamit, hogy aztán így mutogathass mindenkinek. És az, hogy ezzel veszik el az értékét ennek az emblemnek, és én tök meg szerintem is jó felség volt, és én nagyon örülök, hogy ezt megtették. Egy oldalon, másik oldalon, meg megértem például, hogyha azt mondja valaki, hogy baszki, kurvára semmit nem ér az emblem, mert 6000 embernek van meg, és nem annak a 800. Hogy 6000 Fire Team csinálta meg, és nem az a 800 Fire Team, ami eredetileg csinálta meg, és azt is megértem. Én nem azt mondom, hogy melyik a jobb, mert hála Istennek nem én vagyok ebben a székben, aki meghozza a döntést, de mindkét oldalát. De még Hát, még át, még át. Na mindegy, érted, érted, miről beszélek. Értem, szóval... értem, csak én a másik oldallal nem tudom. Persze ez pont olyan, mint amikor kivették a pinnacle fegyvereket, amikor amikor ugye meg lehetett menni, a, a, a PvP-be, és amikor el a maximum rankra, akkor kaptál egy olyan fegyvert, ami egy, aki egy jó PvP-s kezében még inkább durvábbá teszi azt az embert, és mindenki ezt, a, ez nem fair, mert hogy, hogy pont a, a, mögé van zár, a skill mögé van zárva az a fegyver, ami a skillesebb player, még durvább playeré, meg gáddá teszi, és ezért vették ki azokat a régi pinnacle fegyvereket is, mert hogy ez volt, de valamilyen szinten meg szomorú volt, mert ugye ezért küzdött ez a játék, ez arról szólt mindenki számára, hogy grindos, 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 hogy te kap meg a legjobb rólos fegyvert, meg a leggád rólabb gád volt. Meg Jó, szó, csak ja? az megint másfajta grind, mint hogy aztán meg neked kezdő ja. kezdőjátékosként esélyed nincs ugyanezzel az emberrel szedben, szemben ugyanazt a fegyvert kiszedni. Persze, persze, persze. Na mindegy, persze, értelek, értelek, mondjuk itt az már ez teljesen más tészta. Most nem is tudom, de, de valamilyen szinten arra akartam kiukadni, hogy ebbe a játékban nagyon sok minden, amit megszerzel, az is. És, és, ez, és, ezért játsz, és ezért játsz, mindenki. Válkesz, csak Na, szerintem mindegy. az emblem az másfajta presztízs, mint egy olyan fegyver, amiről most a Pinnacle dolgnál beszéltél. Ja, persze, persze, persze. Na de mindegy, fiatalok, ennyi Te ennyi Tekerünk lentebb. Menjetek rédelni, próbáljátok ki, nagyon szuper, nagyon jó élmény. Ádámot is egyszer elvisszük majd valamikor úgy 2023 elején. 23? Valamikor. Csak? Aha. Azt nem már itt van. Csak egy, mindjárt, csak egy év. Vagy csak egy év. Na, még, ideg, még a következő DLC előtt beugrok, megígérem. Igen, jó? az jó. Az itt jó, is jó most megígérem. Szuper lesz. Na srácok, visszatér a triáz. Végre a hétvégén lehet triázozni, és nem másért. Főleg ott nagyon sok, nagyon sok ember nem kapta még meg ezt a csodálatos fegyvert. Itt van a Summoner, meg itt van a... Mi a neve? Aisha's Embrace. nevű Scout Rifle. Ez, ez jó lesz, nem még nincsen, de ez egy nagyon... Hát érdekes maradjunk annyiban, hogy érdekes Scout Rifle. Olyan szempontból, hogy eléggé durva RPM-es, tehát 260 RPM-es, ami a ugye a Rapid Frame. Ki akarom próbálni mindenképpen. Mindenképpen akarok egy ilyet, mert, mert ilyen mi elből már tele vagyok gádról, -e, szóval azt nem. Mondjuk az a baj, hogy ugye ez, ez jó, jó, megcsinálta a Bungie, tehát grándolhatjuk újra a fegyvereket, mert ugye az előző szízenes triázos fegyvereken nincsen Origin Trade. Szóval Origin Trade az no, hello, ah, ugye? Azokra nem fogják rárakni az előzőekre viszont az új fegyverekből megint Origin Trade. Szóval, ami, ami Summonerem van most gádról, arra még lehet egy Origin Trait, viszont például ami handcanon van gádról, az előző seasonből azon meg már sose lesz Origin Trait, mert azt már kivették a játékból, most az nincs benne a, a loot ez a, ez a season of no handcanons. Mert se a nincs handcanon, se a triázban nem fog esni handcanon, nem tudom mi történik. Ne, picsit most soktól, amikor folyamat letúrtak a nátforgatlanet, tudom, hogy ez azért van, mert tud kivéve a ebay megvette. Igen, de azon látszott is, persze, persze, persze. Mi az, hogy ebay vette meg? Hát ugye van egy olyan egy csomó ilyen carry service van, meg ja, hogy keré, meg, izé, ja, meg, olyan, ja. hogy belogolnak az akkoddal is, fölgrindolják neked. De ja, az olyan volt ez a fegyver, azok, amiket kiszedtél a komból, hogy azt mondta, hogy az ellened jön, az van nála, akkor ez most le fog téged darálni. Ez olyan volt, Ja, durva volt. Na mindegy, mindegy. Visszahozzák a régi albólokat? Azt nem tudom, azt nem olvastam van -e erre bármilyen izé. -e? Nem, ő, MZ azt szeretné, nem azt mondta, mondja, hogy visszahozzák. Igen, hogy visszahozzák a régi armorokat, azt mondta, nem? Nem, azt írta. Én azt szeretném, de, hogy hozzák vissza de ő a régi. szeretné, nem pedig leírja, hogy vissza fogják hozni. Igen, a de azért között? kérdeztem, és egy hát, olvasottam el, hogy izé, hogy volt-e bármiféle nem. indikátor, hogy igen, jó lenne, nekem is kéne a titára, meg a varlokomra, nincs még meg az az armor, és mindkettőnek a fejese, amire szükségem van, a triázos fejesek, mind a kettőre, mert azok a legjobbak, mind a titára, meg mind az izé varlokra a legjobban néznek ki. Na mindegy, én ezért grindolni fogok, azt be kéne nézni, milyen lootok van, vagy milyen izé rólók -ok vannak ezekre a fegyverekre. Itt azért pár izé dolgokat leírtak, például a triple tap, four times a charm, az nem tudom, hogy fog működni így. Tehát az olyan, hogy folyamatosan visz, maxon lesz az ammód. Azt nem is tudom, hogy, hogy, hogy fog ez működni az a két kom neked mondom Ádi, ez a két perk, ami uh -huh. rajta van, a triple tap. A triple tap egy olyan perk, hogyha le, hogyha rapidan, tehát a gyorsan precision hiteket lősz, akkor visszatölti az ammót a táradba, és azt nem a rezervből tölti, hanem a tinérből tehát az ilyen, uh -huh. azt, azt így csak visszahoz egy extra bulletet, és ugyanezt csinálja kb. a four times a charm is, és ez kétszeresen triggerel, az nem tudom, lősz kettőt bele, és akkor hatot tölt vissza, hogy hogy fog ez kinézni, nem tudom, hogy ez hogy fog kinézni egy lábba, de. Érdekes, meg ugye Tunnel Vision, multi a az szuper. Az nagyon izé. Szevasz, Csúzli! Jó reggel, Csúzli! Hát igen, de ugye az, igen, tudom, miről beszélek, biztos tudod, miről beszélek, mert az ilyen izé mmo kban is mindig ez szokott lenni, hogy kemény dungeon, easy dungeon, pont az izébe, ha jól visz ha a wow csinálták meg, vagy melyikbe, vagy hol csinált Diablo? diablo ba nem, a Diablo 3 ban volt ilyen nagy, nagy probléma, hogy kihozták a nagy dungeonöket és utána izé, csináltak egy ilyen easy dolgot benne, és akkor utána, utána egy csomó hardcore player izé. Most a, de igen, de az a baj, is. hát. Á, de az a, baj, az a baj, hogy mindig megy a sírás emiatt, de nincs olyan a, nap, a, 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 nap alatt. Nincs olyan nap alatt egy-kettő, hogy azért, azért van a hardcore player base, de valahogy a, a fönn kell tartani valamiből a, a céget is. Tehát azért muszáj új embereket behívni, meg behozni a játékba, szóval néha alakítgatni kell. Nehezen, csatol, hogy nem nehezek a rédek, fogták, könnyítették, csak az, hogy ezzel nem tisztelik. A... Ja, itt van, te ez így. Ez... Nem, nem az, hogy nem tisztelik. Én, én nagyon örülök, ezt már mondom még egyszer, nagyon örülök, hogy nem vagyok a, a, a helyükben, és nem nekem kell ezeket a döntéseket meghozni, mert biztos vagyok benne, hogy nem tudnám ezeket meghozni okosan. Olyan nincs, hogy, hogy pár millió játékosnál ö, mindenkinek a kedvére tegyenek. Ez így van, ez így és van. És ez a kis libikókás balanszolgatás, hogy na most egy kicsit kedvezünk a HC játékosoknak, na most egy kicsit a casualeknek, na most lehet, hogy meg tudtunk állni középen, de ó, Istenem, akkor megint befoltunk véletlenül valami fos akkor izé, javítsuk, és akkor, na szóval ez így... Ja. Szíves. Hát ez, ez mindig is így volt, ez az ilyen játékoknál. Én már meg se lepődök, én már élvezem, amit kapok, hogyha valami challenge-et akarok, akkor meg megcsináljuk magunknak. Akkor meg legyen a dungeon solo vagy valami hasonló, amit ki lehet találni magunknak. Munkájában azt mondják, hogy kap bónuszt, aki megcsinál egy feladatot, te leszel az egyetlen a tízből, aki megcsinálja, és a végén mindenki a bónusz mondja, tényleg durva volt, sorry, de van egy ember, aki megcsinálta, szóval nem lehetetlen. Jó, Hát, az az igazság csúzni, én elmondom neked a frankót. Ez akkor, olyan ha én nálam, vagyok ez... a főnök, akkor a felét adom oda a többieknek, mint amennyit te kigrendoltál hátéként csúzni. Igen, de a főnök nem ezt Jut is mondta. is. Hogy... Igen, de a főnök pont ezt mondta mindenki. Az a baj, hogy én azért őszinte leszek vele csúzni, és szerintem én egy vagyok az ilyen tízerből, egy, az ilyen fajta ember. Engem sem fog érdekelni, hogy a többiek mit kapnak. Engem az érdekelne egy ilyen szituáció, hogy én kiszedtem, én lenyomtam azt a munkát, és megkaptam a bónuszomat többiek megkapták ingyél, hát kapják be, de a nap végén nekem ez volt, nekem ez volt elém támasz, hogy megcsinálom, én megcsináltam. Mondjuk az így előléptetés így te fogod kapni, amikor valakit fel igen, kell valószínű, igen, igen, valószínű, igen, de Por mert enyém a, enyém, a, tisztelet is, nem csak a, a, bónusz, de a, nap végén ez olyan, hogy nekem ez volt, én megkaptam azt, amit nekem ígértek, azt, hogy más is megkapta, az az, az én, az, az én nem változtat. És tudom, hogy ez biztos vagyok benne, hogy én vagyok az ilyen egy, 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 egy tízezerből, vagy egy a millióból, de, de értelek, közben nyilván, nyilván nekem is a tököm lenne, hogy nekik lófasz se kellett csinálni, és megkapták ugyanazt a dolgot is, de, de az az én helyzetemben nem javít, meg nem, nem lesz rosszabb. Igen, 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 igen. Mehettél volna sörözni és társasozni. Vagy igen, mentél de volna, volna. De, de nem te mentél volna, de ha mentél volna és nem lesz meg, akkor lehet senki se a pénzt. Mert nem csinálta meg senki. Az mondjuk trón. Nem tudom tudja a franc. Mindegy, mindegy. Menjünk tovább, srácok. Mit szólsz, Ádám? Iron Brunner. Igen, igen, tekerek lentebb. Fú, hát ez a... én ezeket a fegyvereket már megkaptam, csak mondom. De ez nagyon csúnya, ez a disznóláb. Milyen disznóláb? Hát HC. Miért disznóláb? Hát mert olyan kis izék is. Én nem látom. Kis És az a hogy ez így ezen a képen még egész jól néz ki? Látnád ingém a játékon belül? Na hát az, az a csúnya, az igen. abszolút csúnya. Szerintem itt is nagyon csúnya. Hát, nem annyira. Egy kicsit ilyen, nem tudom. Így, így mondjuk úgy néz ki, mint egy normális ilyen revolver, de amikor a játékon belül van, akkor úgy néz ki, mint hogy egy összement volna, így, ilyen picire. Nagyon furi. Itt se tűnik nagynak, szerintem. Nem, nem, egyáltalán. De ez a kard is érdekes, olyan, mint egy vajazókés. Hát, uh... nem sírok, hát, hogy a... ezek nincsenek meg nekem. Hát, mindegy, meglátjuk, hogy lesz-e benne valami olyasmi róla, ami, ami érdemes kiszedni. Én őszintén betartottam egy-egy Iron Banner tokent, és ki mindkettőt, tehát már mindkettő megvan, elkaptuk csúzi, el, mindkettő megvan, hát egyik se volt olyan, hogy hú de, hú de imádom, hú de jó. Szóval igazából, ja, nem tudom, nem tudom, hogy hasznosak lesznek. Itt, itt nézem, hogy itt írogatja, hogy have some fun perks, including steady hands, compulsive jodel, iron. Na mondjuk ez egy érdekes, ezen a 180 hand van egy iron is nevezetű perk, ami, ami ami megnöveli a, 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 a fegyvernek a stability kárára. Elég durva sok range ad, viszont lenullázza a stabilitást. Viszont ez egy 180-as handkerön. Amivel lősz, ami... mint a disznó. Micsoda? Amivel lősz, mint a disznó. Igen, és ugye, meg a másik az, hogy az, full vertikál, tehát a precision frame-je miatt, ugye ez nem így rugdos ilyen oldalra nagyokat föl, Aha. hanem piciket középre volt, már olyan a esetben, ami a leggyorsabb arketipus, és az, az alig rúg ki, az csak így fölfele egy kicsit pump, pumpál, és oda nem nagyon kell a stability, legalábbis nem necessary a stability, viszont az, hogy földobja a range ilyen brutál módra, lehet, hogy jó kis sniper handkenőn lesz belőle egy 180-as DT-re, de még mindig az a baj a 180-as handkenőnök, hogy a TTK-ja nagyon rossz. Tehát a TTK-ja az, az ugye a 140 eseknek az olyan, ha jól szóval lesz, az 0,80, 0,81, ennek meg talán egy szek, mert ugye Csú, hát az a szóval 3 3 head egy body, három head egy body kell hozzá, az, hogy megölj vele valakit. És az, az sajnos ezt nem. Hát nagyon, én tudok, nagyon mikor lass. lövök három headet. Igen. addig, hát igen, három különböző ellenfélem. Ezt kb. És közben háromszor ugye respawnolok. Ja. Na mindegy, de ja. Szóval én szerettem nagyon 180-asat, csak ugye amióta nincsenek rá jó perkek azóta öö, lehet, hogy fán, de sajnos így, így, így TTK szempontjából jobb az izé. Mondjuk egy payload payloaddal még mindig vicces lehet. Csúzi, egyébként... nem egyébként... ezzel nekem, gyere egyvégyegyezni, jó? Gyere egyvégyegy, -egy. gyere egyvégy! <laughs> izé, vagyörözzünk, build fight. Vagyörözzünk, hmm. azt hiszem, az első sört, aki, aki nyer. Így van, így van, így van. Oh, one more thing, don't forget about both eternity and Vostok. Max has returned. Igen, ezeket tudjuk. Visszajött a két izé, patience, young, that's how we oké. Okay. You also have a new map. Azt olvasod, hogy hiány. miről, miről beszélünk később. Micsoda? We also have a new map coming up in the Igen, ezt hát, Jó. Szerintem ez nem rossz. Mikor volt utoljára a új map? Há, hát szerintem már egy izé, 40 éve. Nem tudom, nagyon Tehát akkor rég azért volt, nem is emeled ki, mert nem akarod elhinni. Jó, értem. Hát ez olyan már, hogy mikor, nem is tudom, mikor kaptunk izé. Exclusive payload, az Az explosive payload? Nem, az nem az. <laughs> Na mindegy, hát ennyi volt szerintem a TWAP amit érdemes beszélgetni. Újra van name change, tehát hogyha valaki valamelyik azon az a hülye neve, hogy Szavatűnsz Big Dick, meg ilyen hülye nevek vannak, akik idiók volt valaki az izé előtt és átírta, akkor most újra lehet nevet változtatni. <kül> szóval itt az alkalom és mindenki végre egy normális nevet adhat magának. De tényleg annyi ilyen név van, hogy izé, hogy hát nem is tudom. Emlékszem, hogy jött volna, Mara, Mara, Badwater, meg van mindenféle. Amikor jött volna, az izé, a, vagy mielőtt jött volna a crossplay, és ugye megállították ezt a névváltoztatást, itt azért voltak érdekességek. Ja, ja. Ezt én is láttam. Hát. Hát mindenkinek megvan a hülyesége. Hát. Volna... <laughs> Type your name here. Igen, igen, igen. Igen. Na mindegy, van itt még pár izé, van itt még pár árt, amit megnézhettek, még ott Movie of the Week-ek, meg izé, ártos e, e, dolgok. Itt van egy tök, ez, ez, ez nem is, ez miből csinálta? Jaj, ez ilyen izé. Class Suncatcher. Uh, ez meg az új rédnek az izé ikonja, kis ikonkája. Csináltak belőle egy ilyen izét. Sunc Mi ez a Suncatcher magyarul? Az olyasmi Aha. lehet, mint az álomcsapda, csak nappal. Csak hát nap, ez a napot kapja Elham igen. Doádél. Igen. Megnéztetek, de nem árt. Így van. Egy kis művészet sosem árt, ugye? Ja, meg és, itt a és, izé. és ugye mondtam, hogy ilyen napsugaras, prizmás izé lesz a cucc. A múlt héten én mondtam. Tényleg igazad volt. Nagyon. Amikor néztük a szemlemeket. Ó, igen, és itt van az izé. Ja, és a... az, a, az, új, az ukrán, ukrán support, support embléma. <laughs> Ez is izé, ezt is be tudja bárki klémelni, nyugodtan, az ben van a kód a tabba, szóval aki szeretné, szeretné ő, ő az beírhatja, és már claimelheti is be. Nem is tudom, hogy mennyi, mennyi gyűlt össze így bungie keresztül a, a support supportra, de biztos, biztos, sok egyébként, mert a community azért meg szoktam mozgatni. Uh, fú, én olvastam, de aranyhal. aranyhal. Igen. Én nem olvastam, nem is néztem sehol, hogy mennyi gyűlt össze, de... Mindjárt megnézem, mert a Bungie is Twitteren volt kint, azt hiszem. Csak én ugye itt 60 gépet indítottam újra 40-szer egymás után, és eltűnt a böngésző fül. Tomorrow, name change, ez nem az. Tomorrow. Art izé. Itt az International Women's Day-es cucc. Cosplay. Nem tudom. Yes, stream for a game to give. Ez a game to give, uh, 100 ezer dollárt raise-eltek össze. 100 000 dollár, az nem semmi. Ez a réd. Az már derék. Meg még egy dolgot akartam megmutatni, csak azt mm -hmm. is bezártam nyilván. Azt szóval mondja, küldöm neked a linket. Küldem meg. Mert hogy, meg. hogy, mert hogy, mert hogy. Volt egy ilyen ártos, azaz. Úristen Csúszli. Fú, de leég az agya, amikor kell. Nézd, csak bedob bedobom a azt szerintem az a legegyszerűbb. Azt meg nem nyilv. az a legegyszerűbb, mert az nekem nincs is nyitva. Ezen akkor a mi, mi mondjuk dc n nyitva? DC, mondjuk például, ahol beszélgetünk. Az meg nekem nincs nyitva. Mindjárt megnyitom. Hát nyisd meg. Én streamelek. Maga nem streamel, ne legyen már jó, van, azért a csetedre dobtam. Maga nem streamol. Ja, az Art is dolog. Az, 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 Ja, de az nekem is megvolt az izé, azt én nézegettem. Tehát mi, mi, mi vannak ott képek? Vagy ez, ki, ez Hol, egy válogatott mappa, amit te találtál? Olyan witch queen vannak fönt, hogy behugyozol. Azért ne húgyozzak be. Hát most senki nem látja. Aha. És akkor mi, mi volt a topik, amire keverek? keresek witch Mindjárt küldöm, 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 küldöm. küldöm. A verzum ki az? Jaj, csak közben. Engem kidobott a izéből? Kidobott a beszélgetésből, mert belekattintottam a másik éppen a beszélgetésbe a Discordon. ba lal. Ah, Na, cseh. Na, csá. De eltűnt a fejed, meg a kamerád is, csak mondom. Igen, igen, csinálom, csinálom, ne haragudj. Így jó. Aztán, meg is jelent Ádika. Tanulság, srácok, lányok, ne lépjetek be kettő darab PC-ről egyszerre a Discordba. Vagy külön a kánta, az, az, segíthet. Na, főnök úr, küld el a képet? Igen, éjjel. csak közben technikai izé volt, tudod, mert hogy Értem. most mondtam. Nehéz ez fiatalok egy üzenetet elküldeni DC-n. Vigyázzatok. Köszönöm. Egi. Na nézzük. E konz... Ja, és ezeket... De... Wow. Nagyon wow, durvák. Jó. Nagyon durvák. Ah, ne. És a Discord helyett természetesen a safari zártam be. Ú, de jól néznek ki. De jó. De mi ez a tervezésnek a folyamatáról, vagy ezt valaki külön csinálta? Nincs is -n. Ó, de kemény. Ez a, ez a tervezés folyamata, tehát, hogy ugye a konceptártokból csináltak meg utána a, a mit tudom én, az environmental artistok, meg a többiek, akik uh -huh. összerakták meg a modelleket, de hát nézd meg ez a, ez a Dima csávó is, hogy miket miket rajzolt össze. Eszméletlen. Eszméletlen. Jaj, nagyon jól néznek ki. Nem és Most bele, hogy te vagy akkor a imaginary emberke, aki, aki lerajzolja először a, hogy is hívják, ott, ahol, az asztalkát, ahol csinálják a, a craftingos cuccokat. Ja, ja. Mekkora rohadt jó már. Aha, de durván néz ki az izé. A witness. Nem semmi. Meg ott hajókáznak a piramis előtt, a macsárban. Ja, ja. Menő. Nem semmi. Nem sem. Hú, tényleg nagyon jól néznek ki. Érdemes megnézni. Ott a link srácok, Ádi már becsapta. Nyugodtan nézzétek. Vannak itt dolgok. Nem Becsapjuk majd a YouTube-ra is. A, a YouTube-ra is. SMG is, hogy mennyire durva. Az ketten is izé konceptálták. ahogy néztem, ez a Jacob vagy a Jakob González, nem tudom, hogy ejti a nevét. Uh -huh. Meg itt volt lente valaki mástól is, ha jól emlékszem. Ja, ez nagyon tetszik ez, ahogy, izé, ahogy elkezd fosztani szét az ammótára. Nekem ez az ötlet nagyon tetszik. ez. már meg, megfigyeltem, miközben lőttem is vele, hogy ugye megnézettél az SMG-nek a képeit, úgy ott bal van kettő, van egy ilyen fehér, meg egy ilyen arany, izé, lukacsos dolog az, az SMG-nél, Ugye az a lényeg, hogy amikor lősz az SMG-vel, akkor először ilyen full fehér az egész, és miközben elkezded lőni el az ammót, egyre több luk van rajta azon az ammótáron, és így elkezd így mállani szét, és így a végén ilyen arany lukacsos akármi lesz, mint Aha. a, nem tudom, nagyon durván néz ki, nagyon jó. Az mekkora a hát processz lehet, amikor, amikor, terveznek így egy fegyót, és azt mondja a, hogy hívják a sráncot, Jacob, Jakob valaki, mm -hmm. hogy Figyeljetek, Benji, um, Megoldható-e az? Mert nekem a fejemben összerakodott egy olyan esemény, olyan ami szétmállik, miközben lősz fel, és tört, így leülnek, yeah. és elgondolkoznak rajta, a, a, aki, wow. a, aki megcsinálja azért a modellt hozzá 3D-ben, meg, meg uh, utána az animációkat ráhúzzák, meg mit tudom, és így. Hát végül is megtudjuk, és akkor így. Amúgy kurva jó ötleted volt, és akkor így. Tehát így az a kreatív folyamat, no, most így hülyén hangzik, de azt a kreatív folyamatot képzeld el, hogy így mondja a srác, aki lerajzolja, és utána azt meg kell, hogy valósítsák. Ja, igen. Ja. Mennyi, mennyire, mennyire, igen, jön. ott ültek egy ilyen ultra joint-tal, aztán így, ú, májom már szét az smg -p. Ja. Mi lenne, ha szétmallana? Oh, meg az SMG is. Uh -huh. ja. Na, hát nyilván azért, azért ezeket a dolgokat, főleg ebbe a világból, azért na, ez sok lehetőség, hogy bármit be tudnak azért illeszteni illórilag lórilag, vagy izé ötletileg, szóval van lehetőség bőven. Azért a destiny a világa eléggé nagy, szóval van itt darkness, van hive, van akár, szóval valahova úgy, úgy is tudják kötni a fegyvert, hogyha még valami nagyon durva, ilyen crazy ötletük is van. De ja, de azért ezek nem semmik, hogy ezt kitalálja az ember, tök jó, tök jó. Na, szuper. Na, szóval ennyi volt, srácok, a héten a tab, úgy néz ki. Cikám, szép jó reggel. Ennyi volt a tab. Beugrunk, akkor befejezzük neked az izét? Beugorhatunk, viszont akkor köszönjünk ki, mert hogy tudod, ez ugye megy fel a YouTube-ra meg az ja, 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 és akkor én is leállítom a felvételt. Srácok, lányok, nagyon köszönjük, hogyha ideig kitartottatok. Szorika, hogy most nekem a stream az így befutott. It's just Adam PC things. Csak a szokásos mondhatni, úgyhogy ez majd nálam csak a YouTube-on lesz elérhető. Árpinál meg már most elérhető volt élőben a Twitch-en, ugye ezt egyébként minden péntek reggel 7 órakor szoktuk tolni, és hát köszi, hogy ezen a héten is itt voltál, találkozunk a jövő héten is. Hi ho sziasztok! Így van, srácok, hogy Ádám mondta, köszi mindenkinek, aki itt volt, a tabra, most beugrunk egy kicsit desztinizni, mert ugye van még pár dolog, amit be kéne csinálnunk, főleg Ádámnak. Főleg nekem. Én, én, én csak így csillezve izé rohangálok a kollégával, és megismertetjük Ádámat a szorival, de ugye ő még nem fejezte be. És ja, hát remélhetőleg végigvisszük a kampányt.